engedjék már ki ide az emberek közé, ki kéne engedni. Ha akkor kemény gyerek volt, akkor most is legyen az. Több mint egy tucat ember várta, hogy akár néhány pillanatra is lássa Bándi Kata gyilkosának az arcát. A bíróság előtt némán várakozókat mélységesen megrendítette az eset. Talán egy kicsit fölébreszti a rendőri, vagy a politikai vezetőket, hogy a közbiztonságért tenni kéne valamit, és pláne ilyen helyen, ahol tudják Pécset milyen. Én szerintem példás büntetés. Sőt, ha én nem vagyok halálbüntetés híve, de szerintem nem, soha többet ne engedjék ki. A sajtóban felröppent hírekkel ellentétben nem érkeztek tüntető bandák a városba. Ennek ellenére az ítélő táblát körülvették a rendőrök. A Jobbik Magyarországért mozgalom városi képviselői is a helyszínre érkeztek. Kerestem a fenyegető skinhead bandákat, akik általában Pestről érkeztek, de nem látom őket. Hál' Istennek, tehát ez is egy rémhír volt, és ezt elmondtam tegnap is újságírónak, hogy a Jobbik és a Jobbikhoz köthető szervezetek semmi ilyen akciót nem terveztek, és nem is terveznek. Németh Zsolt országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy már várható volt egy észak-magyarországi gyilkossághoz hasonló eset Pécset. A városban ugyanis az utóbbi időben jelentősen romlott a közbiztonság. A politikus szerint nem szabad tovább leplezni a Magyarországon egyre elhatalmasodó cigány bűnözést. A cigányságon belül, és nem az egész cigányság, ez fontos kihangsúlyozni, hanem egy cigány belül kialakult egy olyan réteg, egy olyan, talán ott is kisebbség, nem lehet ezt pontosan tudni, amely bűnözésből tartja fenn magát. Hát itt is arról beszélhetünk, hogy látszott, hogy ugye július 2-án be kellett volna vonulni a börtönbe Péntek Lászlónak, szökésben volt. A párt szerint visszatartó erő csak az lehetne, ha visszavezetnék a halálbüntetést. El kell gondolkodnunk legalább a halálbüntetés visszaállításán. Úgy érezzük, hogy a társadalom többsége egyetértene ezzel. Jó lenne legalább elkezdődni a vita a parlamentben, az országgyűlésben. Bándi Kata feltételezett gyilkosának előzetes letartóztatásba helyezése végül rendbontás nélkül lezajlott.